A részulfát és a kálium-bromid oldatok egymás közti kölcsönhatását fogom most bemutatni. A kálium-bromid és a részulfát egyensúlyra vezető folyamatban egy egyensúlyi reakciót fog végrehajtani egymással. Az egyensúlyra vezető folyamatoknál sok minden módon befolyásolhatjuk az egyensúlyt. Ezekről fog szólni ez a kísérlet. Bemutatom az anyagokat, részszulfát oldat, telített kálium-szulfát oldat, telített kálium-bromid oldat. Desztillált vizet is fogok használni higítás céljából. Először is részszulfát oldatot fogok önteni mind a három kémcsőbe, körülbelül 3 köbcentiméternyit. Látszik, hogy a részszulfát oldat gyönyörű kék színű. Részgálicnak is hívják, permetezésre szokták használni. A kísérlet folytatása úgy történik, hogy a harmadik kémcsőbe körülbelül 1 köbcentiméternyi desztillált vizet fogok önteni. Ez az oldat összehasonlítás célját fogja szolgálni. Az első két kémcsőbe telített kálium-bromid oldatot fogok önteni. Ugyanolyan mennyiségben, mint amennyi desztillált vizet adtam a harmadik kémcső tartalmához. Már látszik a változás. Színtelen a kálium-bromid oldat, kék színű volt a részszulfát oldat, és a két anyag egymásra hatásakor rész tetrabromid komplex ion keletkezett. Ennek a komplex ionnak a színe zöld. Nem tökéletesen, ennél sokkal sötétebb zöld a réz tetrabromid színe, komplex színe. De ebben a rendszerben, mivel egy egyensúlyról van szó, nem csak ezek a komplexek vannak jelen, hanem a rézszulfát részecskét is, az rézszulfátnak a színét is látjuk. Azért van szükség az összehasonlító oldatra, mert a szemünk nem tudja mindig pontosan követni a színváltozást. Viszont ha egymás mellé rakjuk körülbelül ugyanolyan hív oldatokat, akkor már felfedezhetjük a változást. A rézszulfát oldat gyönyörű kék színű. A kálium-bromid hatására az oldatban már réz tetra bromid komplexionok is vannak, amelyek zöld színűek, de az egyensúlyi elegyben a kék színű részszulfátionok, illetve a komplexionok egyszerre vannak jelen, ezért ilyen kékes zöld színű az oldat. Kísérlet folytatásában megpróbálkozom az egyensúly eltolásával. Ehhez a második kémcső tartalmát körülbelül 1 köbcentiméternyi vízzel hígítom. Most újólag a hígítás az etalon szín bemutatására szolgál.
Az első kémcsőbe telített kálium-szulfát oldatot fogok önteni. Megpróbálok ugyanannyit adagolni hozzá, amennyi vizet adtam a második kémcső tartalmához. Parányi különbség látszik mindösszesen, úgyhogy még egy kicsit adok hozzá kálium-szulfát oldatot. Érzékeny műszer a szemünk, a parányi különbségeket nem veszi észre. A telített kálium-szulfát oldat hatására az egyensúly a kiindulási anyagok irányába tolódik el, ennek következtében több részszulfátnak kell a rendszerben lennie, emiatt kékebb lesz az oldatunk. Ez a desztillált vízzel hígított egyensúlyrendszer kékes-zöld színű, ez pedig a telített kálium-szulfáttal higított egyensúlyrendszer. Szemre annyira nem lehet különbséget tenni a két oldat színe között, viszont így jól látható, hogy ez az eredeti vízzel higított zöldesebb, a kálium-szulfáttal higított pedig kékesebb színű. A desztillált vízzel higított egyensúlyrendszer színe kékes-zöld. A kálium-szulfát oldattal megbontott egyensúlyi rendszer színe már kékebb. Ennek a magyarázata a következő. A legkisebb kényszer elve értelmében, ha egy dinamikus egyensúlyban lévő rendszert megbontunk, akkor annak a folyamatnak lesz nagyobb a sebessége, amely a zavaró hatást csökkenteni igyekszik. Tehát a kálium-szulfát oldat hatására egyre több részszulfát, kékszínű részszulfát keletkezett. A kísérlet folytatásához bunzenégőre, illetve jegesvízre lesz szükségem, ezért át kellett költöztetni az egész kísérleti eszköztárunkat. Jól látható, hogy az egyensúlyi elegy kékes-zöld színű, ezt higítottam desztillált vízzel, a kálium-szulfát oldattal higított egyensúlyi elegyen pedig zöldes színű. A feladatom most az lesz, hogy a kékes színű oldatot elkezdjem melegíteni. Már gyönyörűen látszik, hogy elkezdett zöldülni az oldat. Ennek az a magyarázata, hogy az egyensúlyi rendszer kialakulása után, ha melegítem a reakció, egymással reagáló anyagokat, akkor az endoterm folyamat irányába fog eltolódni a reakció. Magyarán az endoterm folyamat sebessége gyorsabb lesz. Gyönyörűen látható, hogy szinte egyforma zöld színű lett a két oldal. A réz-hexa-bromid komplex, azaz a termékek irányába tolódott az egyensúly,
A felső méh irányában endoterm volt a folyamat. A következő, ezt a kékes-zöld színű oldatot jeges vízbe állítunk. Akkor, hogyha egy egyensúlyra vezető folyamatról beszélünk, akkor a két ellentétes irányú folyamat hőszínezete különböző. Ha az egyik irányban endoterm, akkor a visszafele alakuló irányban exoterm a folyamat. Mivel most a zöld réz tetrabromid ionok irányában zöld színűvé vált az oldat, tehát a zöld színű ionok domináltak benne, a kiindulási oldalon pedig a rézszulfát ionok kék színe dominált benne, a várakozásunk a következő, a zöld színű oldaton egyre inkább meg fog kékülni. Elég hideg ez a víz, hűtőszekrényben hűtöttem. Már látszik a változás. Hogyha jéggel teli edénybe állítottam volna, akkor gyorsabban menne végbe. Tökéletesen az eredeti rézszulfát oldat színét nem tudnám visszanyerni, hiszen az egyensúlyban mindig vannak termékek, és mindig vannak kiindulási anyagok. Megpróbálom a hűtést gyorsítani. Ezzel a mozgatással nem csak a hűtővíz, hanem az oldat is keveredik. Tehát lehet látni, hogy a meleg oldathoz képest kicsit kékebb, de az eredeti rézszulfát oldathoz képest, rézszulfát oldat színéhez képest zöldebb a hűtött anyagon. Viszontlátásra!